Én úgy érzékelem ebben a darabban, hogy mi ketten vagyunk a kívülállók, és ez két dekadens ember, akinek gyakorlatilag semmi sem drága, szóval ők a kibicek. Arlecchino szerepe igazi kihívást jelent színészileg, mert egy nagyon komplex figura. Igen, még kívülről szemléljük a történteket, és két orosz arisztokrata, akit így módon nem érint meg ez a szerelmi történet, de nyilván a mi életünkkel is kapcsolatba kerül. Művész, tehát ő egy színész. Az orosz közegben ő az egyik európai, tehát ez már nagyon jelentős különbséget jelent megformálásban a többiekkel szemben. Nekem a kedvenc részem, amikor semmire nem tudok koncentrálni, csak számolok, hogy be tudjak lépni. Egyelőre ez a kedvenc részem, de nagyon melodikus, úgyhogy szeretem a darabot. Ez az opera valahol a szerelemről szól, a szerelem állapotáról szól. Azért érdemes megnézni ezt az operát, mert a életünk egyik központi kérdése a szerelem. És ez az opera egy nagyon fontos aspektusát fogja ennek az érzelemnek, vagy ennek az állapotnak megmutatni, úgyhogy akit érdekel ez az érzelem, azt szerintem jöjjön. Ez egyeduralkodó a világirodalomban, a világzeneirodalomban, mert nincs még egy ilyen tercet, ahol három basszus hasonlót énekelnek. Nagyon jó lesz. És jó a történet, és jó a zene.